Megérintettek. Valahogy megérintettek. A megmagyarázhatatlan rejtélyek mai adásában idegen érintés. Megvizsgáljuk az idegen kapcsolatteremtés jelenségét és a céljukat itt a Földön. Egyenesen az utcára vittek, és láttam a testeket, meg mindent. És rájöttem, hogy ezzel egy üzenetet akarnak átadni. Esettanulmányunk során hallhatják az első ismert rablás áldozatának vallomását. Megvizsgáltak minket. Van nála egy hosszú tű, és beszúrja a tűt a köldökömbe. És az elraboltak, akik bizonyítékot találtak arra, hogy az idegenek az egész életvitelüket manipulálják. Mindkettőjüket elrabolták gyerekkorukban, külön-külön. Majd összehozták őket. Meggyőződésem, hogy kitervelték a Claire-rel való találkozásomat. Megvizsgáljuk az idegen implantátumokat, melyekkel nyomon követik az embereket. Az azonosító jelük ez a háromszög a kézen. Hiányzott a szövet a kezemről. És bemegyünk a műtőbe, mikor a sebészek eltávolítanak egy igazi implantátumot. Láthatják majd a bizonyítékok végső elemzését a jelentésekben. Ahogy feltárjuk a tényeket az idegenekkel való érintkezésekről. Megmagyarázhatatlan rejtélyek. Idegen érintés. Az idegenrablások már nem csak a tudományos fantasztikum meséiben léteznek. Egyre több pszichiátriai szakértő érdeklődik azon mesék iránt, melyeket az ellenséges idegenekkel találkozó áldozatoktól hallanak. Az elrablások részletei kísértetiesen hasonlítanak egymásra. Ez az igazi terror. Elrabolnak, és nem tudod, hogy mi történik. Azt gondoltam, hogy ez lesz az. Most fogok szívrohamot kapni, mert az nem ember volt. Mikor idegen hajóra szállították őket, néhányan szörnyű kísérletekről, szondák beültetéséről számoltak be. Gyűlölöm, amit tettek velem, amit az elmémmel és a testemmel műveltek. Egyáltalán nem volt vicces. Senkinek sem kívánnám. De ez az agresszivitás, mely a legtöbb UFO-s találkozáshoz társul, egy sokkal fontosabb üzenetet jelentene. Minden egyes elrabolttól hallottam már, hogy ha a bejárati ajtón jöttek volna be. Nem rám ijesztenek, nem megbénítanak, hanem leülnek és közlik, hogy van egy problémájuk, nem segítenék? Minden elrabolt azt mondta, hogy ha kérték volna az engedélyüket, azt felelték volna. Persze, segítek. Észak-Wisconsin. Karen Klinger és Dennis Muraska kiosontak a családi vakáción. Az ifjú pár észrevett valamit az éjszakai égbolton. Ez a fényes, narancssárga színű csillag a fák teteje felett, a tó túlpartján. Átrepült pont a fejünk fölé, és felnéztünk rá. Azt hiszem, úgy tudnám a legjobban jellemezni, hogy úgy repült, mint egy szitakötő. Csak úgy ide repül, majd megáll. Oda repül, megáll. Újra és újra, nagyon gyorsan, és én mondom, mit látunk? Aztán elkezdtük hívni a családunkat, hogy jöjjenek ki a kabinból megnézni. És az anyám kicsit megijedt. Danny húgának a barátja visszament a házba, és kihozta ezt a nagy zseblámpát, és rávillogott. Háromszor az UFO-kra, és azok hirtelen eltűntek. Majd néhány perc elteltével ők is ránk villogtak, pont annyiszor, ahányszor mi rájuk. Ekkorra már tudtuk, hogy valami olyasmit nézünk, amire nincs magyarázat. Nagyon furcsa volt, és határozottan úgy nézett ki, mintha intelligens lenne. Az eset után Muraska és Klinger zavartnak és betegnek érezte magát. Később, mikor az incidensről beszéltek, rájöttek, hogy több órával nem tudnak elszámolni arról az éjszakáról. Egyszer, amikor felnéztünk, a hold pontosan egy szintben volt a visszapillantóval. És mire visszaértünk a tóhoz, ami nem tartott sokáig, a hold már ment le. Addig a pillanatig meg sem fordult a fejemben, hogy elveszthettük az időt. Rosszul éreztem magam. A szó szoros értelmében émelyektem, amikor belegondoltam. Hogy még több választ kapjanak, Dennis és Karen hipnózisnak vetette alá magát. Később összehasonlítottuk őket, és néhány részlet, amit Karen mondott el, alátámasztotta mindazt, amit én, mind a ketten valamilyen rács mintázat képét láttuk.
Az elrablásuk látszólagos célja, hogy egy bizonyos üzenetet hordozzanak. A Föld is az univerzum része. Ha úgy érzik, hogy ez megtörtént önökkel is, tegyenek meg bármit, hogy feltárják ezt az információt, mert megéri a kockázatot. Jeannie Robinsonnal egy üzenetet küldtek. Azt mondja, több alkalommal is elrabolták, egészen gyermekkora óta. A találkozások információval árasztották el az elméjét. Elkezdtek megjelenni ezek a gondolatok a fejemben, amik nem az enyémek voltak. De mindent leírtam, minden egyes gondolatot. Jeannie úgy hiszi, tudja, miért jöttek ezek a látogatók a Földre. Élettanilag tanulmányoztunk, hogy megértsük azon elemeket, amelyek közösek a miénkkel. Nem akarunk bántani, de meg kell mentenünk magunkat a kihalástól. Mikor majd a társadalmad is elfogadja a létezésünket, egy sokkal nyitottabb kapcsolat veheti kezdetét. Az az üzenet, amit Steve-nél kapott, szerinte az egész emberi fajnak szól. Azt mondták neki, hogy a fajunk segítségre szorul. Elhatároltuk magunkat a természettől. Úgy vagyunk vele, hogy a természet ott van, mi pedig itt. És hogy ez a világ nekünk teremtetett, hogy azt tegyünk, amit akarunk, hogy feláldozzuk a személyes haszon érdekében. És azt hiszem, veszélyben vagyunk. Kihalunk majd, mint a dinoszauruszok. Neilnek több elrablása során mutattak félelmetes képeket a jövőből. Elvittek egy olyan helyszínre, ahol a világ egy nukleáris háború után látható. Elvittek az utcákra, és láttam a testeket meg mindent. És rájöttem, hogy ezzel egy üzenetet akarnak átadni, és az én feladatom, hogy elvigyem ezt az üzenetet erről a lehetséges jövőről, és tegyek valamit, hogy megpróbáljam megakadályozni. Más elraboltakat a hasonló rettenetes víziók arra késztettek, hogy egy segélycsoporthoz csatlakozzanak. Ezeknek az embereknek azt mondták, hogy lesz egy pusztulás, hogy a Föld rettenetesen megváltozik, és mutatták nekik ezeket a képeket. Ez olyasmi, amit az elrablóik ültettek a fejükbe. Nagyon nehéz megmagyarázni. Lehet, hogy egy idegen faj azért rabol el embereket, hogy figyelmeztessen a Föld jövőjére. Az elraboltak hisznek az üzenetben, és hiszik, hogy van megoldás. Azt hiszem, nagyon fontos azt kiemelni, hogy ezek a képek a katasztrófákról meg hasonlókról visszafordíthatóak, nincsenek kőbevésve. Ez a mi bolygónk, és mi nagyon hatékony lények vagyunk, és el kell kezdenünk pozitív dolgokra használni a tudásunkat, mert úgy szépséget alkothatunk, szeretetet és derűt. Ahelyett, hogy elpusztítunk mindent magunk körül. Ennek a csoportnak a tagjai elfogadták a tudást, amit kaptak, és most a világgal akarják megosztani. Nem csak segíteni kívánnak a fajunknak, de segíteni akarnak abban is, hogy képesek legyünk élni ebben a környezetben. Talán másfajta testre lenne szükségünk. Talán az alkalmazkodó képességünkön kell javítani, hogy képesek legyünk elviselni az eltérő éghajlatokat. Az elraboltak számára a vita csak a kezdet. De mit akarnak igazából az idegenek? Továbbra is titkon érintkezünk majd veletek. Hamarosan képesek leszünk egy sokkal aktívabb, egységesebb kapcsolatra is. Egy egyenrangú kapcsolatra az intelligens életformák szövetségében. Mi állt a hátterében azon megpróbáltatásoknak, melyen ennek a nőnek kellett átesnie? Azt mondta, ne féljen. Nem fogjuk bántani önöket. Csak elvégzünk majd egy pár tesztet. Az első feljegyzett elrablás nyomai ennek a ruhának a szövetében rejlenének. Ezt a két nőt egy idegen kísérlet egész életükre összekapcsolta. Mindkettejüket elrabolták gyerekkorukban külön-külön, majd újra összehozták őket. Az idegenek meg akarnak tanítani valamit. Az üzenet, az a homokozó, melyet felforgatsz, nem a tied. És az idegenek beültetett adókkal követnek nyomon minket. Valahol a két szemem közt fent egészen az agyamban. És összegezzük a bizonyítékokat a jelentésekben. Maradjanak velünk a megmagyarázhatatlan rejtélyekben. Meggyőző magyarázatot nem lehet adni az elrablások jelenségére.
Míg a nyilvánosság félre söpri az eseteket, egyre több kiváló kutató válik hívővé. Mikor elkezdtem az elrablásokat tanulmányozni, azt vártam, hogy kiderül csupán valamilyen pszichológiai jelenség, esetleg átverés. De nem számítottam semmi ennél komolyabbra. Volt valami nagyon sajátságos benne. Olyan következetességet tapasztaltam, amire nem számítottam. És az emberek olyan őszintének és normálisnak tűntek, hogy egyre nehezebbé vált máshogy jellemezni az elbeszéléseiket, mint hogy valódiak. A földön kívüliekről szóló beszámolók talán nem is újkori események. Bizonyítékok alapján az idegen jelenséget több száz éve is tapasztalták. A különös lények, vagy ha úgy jobb, természetfeletti lények által való elrablás fogalma már a kezdetek óta kíséri az emberi fajt. A folklór tele van olyan esetekkel, mikor embereket rabolnak el tündérek, és elviszik tündérföldre, ami esetenként nagyon hasonlít egy UFO belsejére. Vagy egy másik világba, olyan, mint amikor az emberek látják, ahogy egy UFO viszi őket, amikor elvesztenek egy bizonyos időt. Nagyon hasonlítanak az UFO elrablásos történetekre. A legtöbb emberrel nagyon kevés, igazán szokatlan, megmagyarázhatatlan dolog történik. A legtöbb ember nem lát megmagyarázhatatlan fénygömböket. A legtöbben nem látnak kis lényeket állni az ágyuk vagy a kanapéjuk mellett. A legtöbben nem hiányolnak 2-3-4 órányi elveszett időt, amivel nem tudnak elszámolni. Ez normál esetben nem történik meg. De az elraboltak számára ezek az élmények gyakoriak. Egész életüket végigkísérik. A híres újságíró C.D.B. Bryan is szkeptikus volt. Felfoghatatlan volt számomra, hogy embereket UFO-k szívnak fel, és mindenféle különös orvosi műveleteket végeznek rajtuk. De miután elment egy idegen elrablásokról szóló konferenciára az MIT-re, Bryan nézete örökre megváltozott. Úgy hangzott az egész, mint egy tökéletes színdarab. Kis zöld emberkék az MIT-n. Egy percig sem vettem komolyan. De az alatt a 3-4 nap alatt, míg a konferencia tartott, egyre inkább elfogadtam, hogy lehet itt valami jelenség, ami megmagyarázhatatlan. És egyre kevésbé éreztem, hogy ezek az emberek bolondok. Nagyon meggyőzőek voltak. Talán a legmeggyőzőbb történet a New Hampshire-i Indianerből származik. Az idegenekkel való kapcsolatfelvételnek az első feljegyzett helyszíne. Betty és Barney Hill hazafelé vezettek egy este 42 évvel ezelőtt, mikor elvakította őket egy ragyogó fény. Ahogy megjelent odafent a fény és megállt, felnéztünk és megláttunk egy ív alakú ablakot. Egy piros fény volt minden oldalán. És Barney fogta a távcsövet, kiszállt a kocsiból, és próbálta azonosítani a gépet. És látott egy csapatnyi embert ott állni az ablakban, ahogy őt nézik. És abban a pillanatban rettegés töltötte el. Az volt a benyomás, hogy őt próbálják elfogni. A rémült pár visszasietett a kocsiba, és elhajtottak a helyszínről. De mikor hazaértek, több különös jelet is észrevettek a kocsiuk csomagtartóján, és egy titokzatos anyagot Betty ruháján. Ugyanakkor 3 órával nem tudtak elszámolni.